Köszöntöm Önöket újra itt a lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a területen jártas szakember, magyarul egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a dadogás pszichológiai hatásait igyekszünk megérteni mindenek előtt dr. Lajos Péter pszichoterapeuta logopédus segítségével. Ő következik. Mi számít dadogásnak? Azt nevezzük dadogásnak, hogyha beszédnek az elemei, azok három, úgymond tünetet mutatnak, tehát három tünete van. Az első legfontosabb tünet, ha a beszéd folyamatban szünetek állnak be. Ezeket hívjuk elakadásnak, vagy blokknak. Bemutatom. Tehát az illető nem tudja elkezdeni a beszédét. Hívjuk ezt út elzáró blokknak is, tehát hogy egyáltalán nem tudja folytatni a beszédét. A második tünet az elnyújtás, vagy prolongáció, amikor a dadogó elnyújtja a beszédét. A harmadik pedig az ismétlés, lés, vagy a repetitíció, amikor szótagokat, hangokat megismétel. Van egy mondás, ami azt mondja, hogy nincs dadogás, csak dadogások. Tehát annyiféle dadogás van, ahányféle dadogó. Tehát ez egy elég széles skálán mozog. Azt akarja mondani, hogy minden dadogó máshogy dadog? Így van, így van. Tehát van, akinél észre se vesszük, hogy dadog. Volt már olyan páciensem, aki eljött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy hallod, most dadogtam, és hát én nem hallottam. De ő belülről érzékelt a saját dadogását. Ez nem projekció volt? Tehát, hogy ő azt hitte, hogy dadog? Nem, tényleg, ő dadogott. És vannak olyan dadogók, akik pedig olyan súlyosan dadognak, hogy nem tudnak megszólalni, és minden szónak a kimondása az hatalmas nehézséggel jár a számukra. Hol tart most az orvostudomány, hogy meg lehet ezt határozni, hogy pontosan mi váltja ki mindezt? Mert genetikusnak, traumatikusnak mindenfélét lehet olvasni, mármint az eredetét tekintve, hogy voltaképpen ez mitől alakul ki? Én erről azt gondolom, hogy a dadogás az egy beszéd feszültség. Tehát az érintett egy feszült állapotba kerül, amikor beszélne. És ez a beszéd feszültség, ez egy belülről jövő feszült állapot. Kétfajta feszültséget vagy szorongást szoktunk megkülönböztetni. Az elsődleges feszültséget, tehát amikor egy belső feszültség létrehozza magát a dadogásnak a tüneteit, tehát ezeket a beszéd tüneteket, és van egy másodlagos feszültség, amely abból adódik, hogy az illető tudja magáról, hogy dadog, egy olyan helyzetbe kerül, ahol beszélnie kell, és fél attól, hogy elkezd dadogni. Ezt a jelenséget hívjuk beszédfélelemnek, tehát a dadogó egy idő után elkezd félni a beszédtől, és azoktól a helyzetektől is, amikben ő neki beszélnie kell. Tehát előbb van a dadogás, ez kivált egy szorongást, és a dadogástól való félelem fokozza aztán a később izgalmat. Szerintem előbb van a szorongás, egy belső szorongás, ebből jön a dadogás, és aztán a helyzetekben a dadogó tapasztalja magáról, hogy neki milyen nehéz beszélni, és ez váltja ki ezt a másodlagos szorongást. És az érintettek ezt érzékelik, tehát akik eljönnek hozzám terápiába, erről panaszkodnak, hogy ők elmennek egy társaságba, és ott nem tudnak megszólalni, mert félnek attól, hogy elkezdenek majd dadogni. Az eredendő szorongást, tehát ami kiváltja a dadogást az ön értelmezése szerint, az milyen típusú félelem vagy szorongás? Az egy belső méről jövő félelem, az akár egy gyerekkori feszültségből is adódik, vagy akár a mindennapi életében egy olyan tudattalan feszültség, amelyik őt valahogy nyomasztja. Ez bizonyított? Ezt én így tapasztaltam. Értem. Tehát, hogy így a terápiák során úgy láttam, hogy van egy belső feszültség, amit föl kell oldani, és akkor tud a dadogás is megváltozni. Arra van valami magyarázata, hogy ez miért
itt nyer kibontakozást? Tehát a beszéd során? Hogy miért itt történik ez a kisülés? Ez a belső feszültségnek a kibontakozása? Nekem erről van egy nagyon fontos elméletem, hogy miért a beszéd kapcsán. Mi végeztünk ezzel kapcsolatos kutatásokat is, ez pedig én 5-10 mondatban elmondhatom, hogy ez miről szólt, tehát ez a kötődés szerepe a dadogás kialakulásában. Ugye a gyermek, a csecsemő az a szüleire van utalva fizikálisan, és eközben egy érzelmi kapcsolatba is kerül a szüleivel, és ezt az érzelmi kapcsolatot nevezzük mi kötődésnek. És ha ez a kötődés valahogy, ez a korai kötődés kapcsolat sérül, akkor ennek következtében szorongás vagy depresszió alakulhat ki. És ez a kötődés, ez a korai beszédben, interakcióban jelenik meg, tehát az anya és gyerekek között, a gondozó és a gondozott közötti interakcióban, kommunikációban jelenik meg. Például a gyerek mosolyog, a gyerek sír, a gyerek gesztusokat tesz, és erre az anya válaszol. Egy magyar pszichoanalitikus, Kranicai Sára azt figyelte meg, hogy 2 és 4 éves kor között a dadogó gyerekek egy szeparációt élnek meg. A szeparáció azt jelenti, hogy valahogy elválasztódnak az édesanyjuktól, tehát a gondozó szemétől. Akár kórházba kerülnek, akár az anya kerül kórházba, akár elutazik valahogy az anya, tehát hogy elvesztik egy időre az anyjukat. Tehát a kötődés egy traumát szenved, ez az érzelmi állapot, és azért a beszédben jön elő ez a feszültség, mert a beszéd van, 2 és 4 éves kor között egy nagyon fontos állapotban. Tehát a beszéd egy érzékeny állapotban van. Úgy hívjuk ezt az időszakot, hogy ez az én fejlődésnek egy fontos időszaka, amely itt összeér a beszéd fejlődéssel. A beszédben is megjelenik az én. Énnel kezdődnek a mondatok, ez a mondatokban beszélésnek az időszaka. Ön tulajdonképpen azt állítja, hogy a dadogás mögött voltak éppen mindig valami gyerekkori kötődési zavar húzódik meg, és ez indukálja? Én ezt gondolom, és ez bizonyított a kutatásokkal is, kollégák is megfigyelték, hogy a gyerekeknek a családi kapcsolatai bizony zavartak, terheltek, magányosak ezek a gyerekek, tehát hogy valamilyen kötődési zavar állhat a dadogás mögött. Persze nem mondhatom, hogy ez egyetlen helytálló nézet, hiszen a világon számtalan nézet van, és nem is beszélünk ugye a dadogás okairól, hanem elméletekről beszélünk, tehát teóriákról, feltevésekről beszélünk, tehát nagyon sok elképzelés van arról, hogy mi is a dadogásnak az oka. Ez egyfajta feltételezés, nyilván én pszichológus vagyok, azt is érzékelem, hogy a pszichológusok másként közelítenek a dadogáshoz, az orvosok másként, a nyelvészek is másfajta. Ők mit mondanak? A nyelvészek, hát ők a beszédfejlődésben látják a problémát. Erről ezzel kapcsolatban is végeztünk vizsgálatokat, mert az volt az én kérdésem, hogy vajon miért a beszédet támadja meg ez a probléma. Tehát, hogy egy érzelmi probléma okozza a dadogás kialakulását, miért nem bepisilés lesz, miért nem hajkitép, és miért pont dadogás lesz ebből. És azt próbáltuk igazolni, hogy ezeknél a gyerekeknél van-e egy olyan beszédfejlődési nyelvi probléma a háttérbe, amely őket érzékenyé teszi a dadogásra. Nem tudom, hogy ez érthetően hangzik-e. Ugye van egy olyan modern elképzelés is, hogy a dadogás tulajdonképpen egy 3 lábon álló asztalkat, tehát kell hozzá, tehát egy alkati hozott érzékenység, kell valami, ami kiváltja ebből az érzékenységből magát a problémát, ezt ugye angolul triggernek vagy ravasznak hívjuk, ez tehát valahogy felszínre kerül, és van egy nagyon fontos tényező, ez, hogy amikor a probléma megjelenik, akkor ez képes lesz rögzülni. Tehát idegen szóljon, manifesztálódik ez a probléma. Kifejezésre jut. Igen, igen, és rögzül. Kialakul egy kóros egyensúly a családban, tehát megjelenik egy dadogó gyerek, akkor a család alkalmazkodik az ő dadogásához. Ezt hogy kell elképzelni?
Mondok egy példát. Volt egy fiatal ember, aki azután kezdett el dadogni, hogy az édesapja bejelentette, hogy elköltözik otthonról, mert összeismerkedett egy másik hölgyel. És akkor a család megijedt, most mégse váljunk el, mert hát a gyerek elkezdett dadogni, elkezdett hozzám járni terápiába a fiatalember, elég hosszan járt terápiába, és azon gondolkoztam, hogy vajon miért is nem javul ez a fiú, és rájöttem arra, hogy senkinek nem érdeke az ő javulása, mert hiszen a dadogásával összetartja a szüleit. A dadogásával a szülei odafigyelnek rá, foglalkoznak vele, és még a nagymamának is adott programot, aki szerdán és pénteken hozta hozzám foglalkozásokra, egy kicsit szarkasztikusan, de a nagymamának is sem volt érdeke, hogy a gyerek dadogása megjavuljon, mert hiszen neki volt egy programja szerdán és pénteken délutánra. Ezek ugye nem direkt megvalósuló lépések, ezek zsigeri. Ez egy kicsit ilyen karikaturisztikusan próbálom azt érzékeltetni, hogy bizony a családi működés az is hozzáidomul a gyermek dadogásához, föntartva azzal a dadogást, hiszen elveszi azzal az önállóságát, a gyermek egy kényelmes szerepbe kerül, hiszen mindent elintéznek helyette, odafigyelnek rá, és az ő érdeke sem tudattalanul, az ő érdeke sem az, hogy megszabaduljon a dadogásától. Igen, de azért itt van egy ellenmondás, hogyha elviszik szakemberhez ezt a fiatal srácot, akkor a család mégiscsak szeretné, hogy megjavuljon, vagy javuljon az állapota. De végső soron ők mégis abban érdekeltek, hogy ezt a dinamikát fenntartsák, hogy a srácnak megmaradjon a dadogása? Hát biztos szokott ön is olyasmit csinálni tudatosan, amivel nem teljesen ért egyet, vagy belül nem tud azonosulni. Tehát, hogy kötelességszerűen persze ők megteszik ezt a dolgot, vagy hát azon is vannak tudatosan, hogy ez megvalósuljon, de belül lehet, hogy attól jobban szoronganak, hogyha szétesne a család. És ilyenkor maga az érintett, adott esetben ez a fiú? Ennek nincs tudatában. Nincs tudatában. De ő ellen is tart annak, hogy ez megjavuljon? Nem hiszem. Neki ez egy nagyon jó helyzet volt. Én azt vettem észre, hogy amikor hozzám jött például a foglalkozásra, akkor sokkal hamarabb megérkezett, mert annyira jól érezte ott magát, és nem akart elmenni. Tehát ő egy kicsit úgy lubickolt is ebben a helyzetben. Tehát a figyelem hiány értelemben is megjelenik. Igen, szerintem. Azt mondja, hogy szinte mindig valamifajta kötődési zavar megfigyelhető a gyerekkorban, mind keltetője mindennek. Uh-huh. Azok az emberek, akik felnőtt korban dadognak, de nem jártak ennek utána, nem néztek ennek a mélyére, nem is biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy gyerekkorukban mi érte őket, és voltak éppen ők miért dadognak? Így van, akik, ha az a kérdés, hogy felnőtt korban is el lehet-e kezdeni a dadogást, ha el is kezdi valaki a dadogást, annak mindig volt egy korábbi megjelenése, mert a dadogás az nagyon gyakran ilyen hullámzó, tehát, hogy megjelenik, aztán elmúlik. Ennek egyébként mi azok a zárójeles kérdés? Hát például az, hogy egy egész másfajta életvitelre tér át a dadogó, vagy egy nyugodtabb környezetbe kerül. Tehát ezzel magyarázza azt is, hogy sok szülő arról számol be, hogy vannak időszakok, amikor nagyon dadog egy gyerek, még van olyan időszak, amikor teljesen elmúlik. Így van. Van egy olyan tévhit, ugye arról is beszéltünk, hogy beszélünk a tévhitekről, hogy a dadogás kinőhető. Ilyen, hogy kinőhető, vagy kinővi valaki a dadogást, ilyen nincs, de olyan, hogy spontán javulás megvalósul, tehát, hogy önkéntelenül létrejön a javulás, ilyenről tudunk, és igazolták is különböző kutatásokkal, hogy a spontán javulás előfordulásának az oka az, hogy mondjuk valaki egy nyugodtabb életvitelre tér át, vagy megváltoznak a kapcsolatai. Tehát a szorongás, ami kiváltotta, megszűnőben lesz. Így van. A szorongás, ami így van. Tehát az én elképzelésem szerint van egy gyermekkori szorongás itt a háttérben, de amikor tulajdonképpen a dadogás lángra kap, vagy amikor a dadogás a páciensnek igazi problémát jelent, ott mindig van az adott élethelyzetében valamilyen plusz feszültség, amit meg kell keresni, és azt kell kezelni.
Arra vonatkozott az eredeti kérdésem, hogyha valaki felnőtt korban, nem tudom, már 20 éve adok, és segítséghez fordul, elmegy önhöz. Ő nem tudja azt, hogy ő azért dadog 20 éve, mert gyerekkorában érte őt egy ilyesfajta kötődési baj. Hát azt gondoljuk a kötődési problémákról, hogy ezek a kötődési problémák, azok később is meghatározzák az embernek az életét. Tehát, hogy viszonyul másokhoz, hogyan tud emberekkel kapcsolatba kerülni. Tehát nem azt jelenti, hogy ott történt velem egy valami trauma, és az okoz neki ilyen problémákat, hanem az, hogy az egy folyamatos hatással volt az ő életére. De ő nem tudja kiváltókat, ha jól sejtem, terápia nélkül. Hát azt sejteti, hogy neki a kapcsolatok nehezen mennek, vagy az emberi érintkezés nehezen megy. De ezt már írhatja a dadogás számlájára, tehát így van, így van. Hát ezt mondtam, hogy ez a fajta másodlagos szorongás, hogy nagyon gyakran a páciensek a másodlagos hatásokat látják. Dadogás az egy belső konfliktusnak a tünete. A belső konfliktus azt jelenti, hogy ha van egy belső konfliktusunk, akkor kell, hogy legyen egy külső konfliktus is. A külső konfliktus az valahogy belsővé vált. Tehát a külső konfliktus egy élő személlyel való konfliktusom. Tehát mondjuk az apám egy szigorú ember volt, akitől félnem kellett. De ez a félelem, ez belsővé válik, és ezért mindenféle olyan emberrel, akivel én pozicionálisan hátrányos helyzetű vagyok, tehát mondjuk a főnökömmel, a tanárommal szemben, ezek a korábbi félelmek, feszültségek újra aktualizálódnak. Tehát az illető nem tudja összekapcsolni automatikusan, csak azt érzékeli, hogyha neki beszélnie kell mondjuk a főnökével, akkor feszültséget él át, és akkor elkezd dadogni. És a dadogóknál ez egy nagyon jellemző dolog, hogy ők az úgynevezett autoriter személyekkel, az olyan személyekkel, akik számukra valamilyen szempontból fölöttesei, azokkal szemben, ugye gyerekkorukban ezek a szüleik voltak, vagy a tanárok, később a főnökük, ezekkel szemben kiéleződik a dadogás és a beszédtünetek. Tehát ezt mondom én, hogy amikor feszült állapotba kerül valaki, akkor az attól van, hogy egy emberi kapcsolatba lesz feszült. Tehát ha egy dadogó otthon van mondjuk is a fürdőszobában a tükörrel beszélget, akkor ilyen feszültséget nem él át. És nem is dadog? És lehet, hogy nem is dadog, sőt, igen. Sőt, van olyan, volt olyan páciensem, akinek hierarchiája volt arra nézve, hogy kivel és hogy dadogott. Tehát mondjuk, ha otthon volt és játszott a játékaival, akkor semmi problémája volt. Ha hazajött anyu, akkor már egy kicsit jobban dadogott, mikor vele beszélt. Ha apu hazajött, akkor még jobban. Ha kiment az utcára és elment Fornettit venni a Fornetti árusnál, már jobban dadogott, és az iskolába felszólították felelni, az volt a legmagasabb fokú probléma, tehát feszültség. Tehát a tét növekedésével kezdett a dolog. Igen, igen. Azt teljesen kizárja-e, hogy ennek van genetikai háttere is, tehát hogy örökölhető, és egész egyszerűen megörökli az ember. Például az édesapjától én arra is olvastam egy kutatást, hogy van, aki szerint ez apai ágon például fokozottan örökölhető. Nagyon érdekesek ezek a kutatások, mert én is elolvasgattam mindenféle ilyen kutatást a dadogás öröklődésére vonatkozva, és azoknak a kutatásoknak az a koncepciójuk, hogy megnézik azt, hogy a családon belül hogyan halmozódik a dadogás. És van ennek egy nagyon fontos sajátossága a dadogás öröklődésének, méghozzá az, hogy a dadogás inkább a közvetlen felmenőknél jelenik meg. Tehát ez egy, ami gyanúra ad jelet, vagy okot, hogy miért a közvetlen felmenőknél jelenik meg. Csak. Tehát, hogy nem követ igazából semmiféle olyan örökletes szabályszerűséget. És ebből arra következtettek, hogy vagy egy összetettebb öröklődésről van szó, vagy mivel ugye családi halmozódásról van szó, ezért a családi feelinget, vagy a családi atmoszférát nem lehet kizárni a dadogás kialakulásából. Tehát inkább mintakövetésről van szó, semmint, hogy genetikus egy, igen, Westrick nevű szerző arra próbál rámutatni, hogy a dadogó férfi, akinek nagyon domináns volt, a nagyon
karakteres volt az anyukája, az maga is egy karakteres nőt választ feleségül. Egy erős nő, gyenge férfi nászából pedig újra egy gyenge fiú fog születni, aki egy nagyon szoros kapcsolatban van a saját domináns anyjával, és ugyanaz a ismétlődik, ami az apjával is előfordult. Tehát, hogy inkább a viselkedés, a lélektani predispozíció az öröklődik. Ugye legalábbis a statisztikák szerint 70 millió ember így van a világon. Így van. Ez így körülbelül a világ populációjának az 1%-a, ami még érdekes, igen, hogy a nemek aránya az 3-1. Olaszországnyi mennyiségű ember. Jó, olaszországi mennyiségű ember. Igen. Tehát nem kevés. 3-1 arányban férfiak javára figyelhető meg a dadogás, ez is érdekes, és 65%-ban már 3 éves kor előtt kialakul, 85%-ban 3,5 éves korig. Mikor hibázik egy nagyot a szülő, ha észrevesz egy ilyet? Mert hogy ez azért kiderül, hogy viszonylag korán tetten érhető mindez. Ugye azt lehet olvasni, legalábbis én laikusként ilyesmikre bukkantam, vagy bukkantunk kolléganőmmel együtt, hogyha valaki szülőként, nem is azt mondom, hogy hibáztatni kezdi a gyereket, de valami nagy-nagy kontrollt próbál a gyerek fölött érzékeltetni, vagy gyakorolni, az nagyon tud zavaró lenni a gyerek dadogására nézve. Így van. Fején találta a szöget, mert azt tapasztalhatjuk dadogokkal foglalkozva, hogy a dadogok környezetében mindig van egy domináns személy. Valamelyik szülő például, tehát valamelyik hozzátartozó, vagy nevelőszülő, tehát mindig van egy domináns személy, aki kontrollálja a helyzetet. És ugye aki tudjuk, hogy a dadogók nem szeretik, hogyha őket irányítják, vagy kontrollálják, hát nyilván az nem szereti, hogyha kontrollálják, akinek rossz emlékei voltak arról, amikor gyerekkorban őt kontrollálták. Tehát valóban a dadogás mögött egyfajta ilyen kapcsolati minta is állhat. Hogy mit tehet a szülő? Ugye azt szokták mondani, hogy 3 hónapot a dadogás megjelenése után várjunk, és akkor forduljunk szakemberhez dadogással. Tehát én azt javaslom, hogy minél előbb, ha érzékeli a szülő, hogy a gyerek dadog, tehát ilyen tünetei vannak, minél előbb érdemes szakemberhez fordulni. Azért van erre szükség, mert hogy amikor a dadogás kialakul, és a gyerek elkezd dadogni, minél inkább dadogva beszél, annál inkább tudatosul benne ez a dadogás, és az, hogy én dadogó vagyok, és ezeknek az úgynevezett másodlagos neurotizáló hatása, már pedig az, hogy ez egy rossz dolog, hogy én dadogok, mások is érzékelik ezt a dadogást, amit a dadogó is érzékel. Tehát egy olyan sérüléseket szenved el a gyerek a dadogása közben, amit egy terápiával ilyen könnyedén lehet orvosolni. Az ő önképük, az általában, tudom, hogy ez lehet, hogy egy kicsit általános, de az, hogy ők egy kicsit ilyen csökkent értékűnek látják magukat, már abból fakadóan, hogy gyerekkorukban ez kialakul, adott esetben megszégyenítették őket, kisebb rendűségi érzése lett, nem mer felszólalni az órán, nem mer beszélni, kinevetik. A lányok már egy picit másképp néznek rá, mint a nem dadogókra. Ez okozhat benne egy ilyen kisebb rendűségi érzést? Így van, volt egy páciensem, aki vonattal jött hozzám terápiás órára, és a jegypénztárban kért jegyet, és mondta, hogy jó napot kívánok, utána viszont nem tudott megszólalni, és alig tudta kinyökögni, hogy mit is szeretne. Mire végül sikerült kimondani, és a jegypénztáros odaadta neki a jegyet, és úgy köszönt el tőle, hogy szia. És a páciensem ezt úgy fordította le magába, hogy amíg a pénztáros nem tudta, hogy ő dadog, akkor tisztelettel beszélt vele, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok. Amikor meglátta, hogy dadog, akkor meg leértékelte őt. De ez az érzés, ez belőle jön, belőle fakad, nem tudom, hogy ez értető-e. Nagyon világos tehát, példa bizony. Tehát benne van, és ezt fordítja ki a világra. Ez jöhet abból, amit ön is mondott, hogy a gyerekkorában hogyan viszonyultak hozzá. Ezért még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy minél előbb terápiába vigyük a gyereket, mert ezektől a hatásoktól is meg tudjuk óvni őket. Tehát ez valami pokoli démonokat eredményezhet valakiben. Tehát olyan projekciókat, olyan dolgokba láthat bele
rengeteg mindent, aminek végső soron mindig az az eredménye, hogy ő egy csökkent értékű ember, ami azért egy elég nehezített életet eredményezhet. Hát én azt tapasztaltam, hogy a dadogó pácienseknek például a kezelés, a terápia az nem olyan, mint egy másik páciensnek. Az ő számukra a terápia az fölér egy kínzással. Miért? Azért, mert beszélni ők kell. Tehát ez olyan, mintha egy mozgássérültnek, egy nyomaréknak tornáznia kell. Tehát nekik beszélniük kell, meg kell nyílniuk. Tehát egy olyan alapvető ellenállás, ellenérzés van, de abból adódóan, amit ők korábban átéltek. És egy dadogó igen gyakran nem tudja megkülönböztetni azt, hogy valaki egy segítő szándékkal fordul hozzá, vagy pedig piszkálni akarja. És ezért a segítő szándékú közeledést is nagyon gyakran elhárítja. Mert hogy az ő osztályrészük mondjuk gyerekkorukban az nagyon sokszor a piszkálódás és a gúny? Hát a gyerekek nem is panaszkodnak erről, de azt tuti, hogy egy gyerek dadogó átélhet ilyet, hogy csúfolják. Tehát biztos, hogy átélt. Nem tudom, hogy volt-e ön olyan helyzetben, amikor valamit nem tudott. Tehát ha mondjuk kiszólították a táblához, és nem ment a matek példa. Fején találta a szóját. Ez az emberben egy akár egy traumatikus érzésként is megmarad. Egy dadogó számára rengeteg ilyen helyzet van a beszédével kapcsolatban. Említette, de olvastam is erről, hogy az ellenségeskedés, vagy az ellenséges magatartás, az gyakran megfigyelhető. Ez pontosan a frusztrációjából fakad? Így van. Így tehát van. A sérülés veszély elkerülése véget. Pontosan. Azt feltételezi, hogy gúnyolódni fognak rajta, bántani fogják őt, ezért inkább gorombább vagy távolságtartóbb az emberekkel? Így van. És a terapeutával is. Tehát tüskebökik. Tehát olyanok, mint a tüskések lennének. Hát akkor nagyon megdolgoztatják önöket, mint a bizalmukban. Így van. Vegyük Demosthenész példáját, aki az ókor egyik leghíresebb dadogója. És szónoka volt. Egyébként, ha van annyi idő, elmondanám, hogy neki egy ilyen kettős személyisége volt. Megpróbálták kisemmizni a rokonai a szülei halála után, és ezért kényszerült pereskedni velük, amiben a dadogása nagyon megnehezítette a helyzetét. Tehát egy ilyen jó szándékú, szelíd ember volt Demosthenész, de ugyanakkor Batulusznak is csúfolták. A Batulus, ez egy poloska-szerű csípős rovar, mert Demosthenésznek nagyon csípős volt a nyelve. Pont ezért, tehát amiről oda, beszélt. Így van, tehát egy kettőség volt, és ez a kettőség átszövi a dadogóknak a karakterét. Tehát például Mózes is, aki kivezeti a fogságból, egyiptomi fogságból a népét, egy hirtelen fölindulásból mégis megöl egy egyiptomi őrt. Tehát a kettőség mindenképpen jellemző a dadogókra, a szedítség, de ugyanakkor bennük van ez az agresszió, ez az indulat. De Demosthenésznek a példája is arra tanít, hogy ő ugye nagyon erős önfegyelemmel, ugye azt tudjuk róla, hogy ő próbált szónokolni, de a szónoklás nem ment neki, tehát nagyon fölsült és megszégyenült. Azt ment haza Szatűrosszal, a színésszel, a legjobb barátjával, és Szatűrosz elmondta neki, hogy mik a beszédbeli problémáid, és Demosthenész nagy akaraterővel fogta magát, hazament, elment egy barlangba, egy tükör előtt gyakorolta a beszédét, kiment a tengerpartra, és a hullámok zúgásával szemben erősítette a légzését, a beszéd technikáját, és végül is egy híres szónokká vált. Hogy azért ehhez nagyon sok önfegyelem, munka, álhatatosság, szembenézés szükségeltetik. Tehát úgy magától ez alig, hanem nem változik meg, megjavul meg. Ő, amit tapasztalok, a legjobb kezelés egy dadogó számára az úgynevezett komplex kezelés, az összetett kezelés. Tehát lehet ebben pszichoterápia is, de nagyon gyakran helyet kap a beszédnek a gyakorlása, a beszédtechnika. Tehát a logopédus majdnem, hogy kihagyhatatlan sokszor. Szerintem igen. Mert anélkül nem fog valaki jobban beszélni, ha nem vállalja fel a beszédhelyzeteket. Tehát beszélgetetek önnel a szorongásról évekig egy rendelőben, ha ön épp olyan viselkedést fog folytatni, mint az előtt.
Tehát egy dadogónak föl kell ismerni azt, hogy ha ő jobban akar beszélni, akkor úgy kell tenni, mint Demosztenésznek. Ki kell menni az emberek közé, és beszélgetni kell velük, és próbálni jobban és jobban beszélni. Azért egy emberfeletti teljesítményt is kíván emberektől. Tehát szembenézni a saját félelmeivel, és olyan téthelyzeteket keresni, így van. Számára korábban bénítólag hatott, és így tudja meghaladni saját magát, hogy vállalja az adott esetben szégyenérzetet is, hát nem akármilyen teljesítmény szükségeltetik ehhez. Így van. Sokan megfutamodnak egyébként? Tehát elkezdik, csak amikor rájönnek arra, hogy itt megkettőzött erővel kellene szembenéznem azzal, ami az én fogyatékosságom, és ehhez azért nagyon komoly erőforrásokat kell majd előbányásznom magamból, szóval sokan sarkon fordulnak, és azt mondják, hogy ez már lehet, hogy nekem nem megy. Nagyon jót kérdezett, mert hogy ez nagyon is így van, és ez nagy fejtörést okoz nekem is, mint terapeutának, mert azt tapasztalom, hogy a dadogók összehasonlít a más típusú páciensekkel, nagyon kevéssé motiváltak, nagyon kevésbé érzik a terápiát, sokkal inkább kihasználják az úgynevezett másodlagos betegség előnyöket. Ez azt jelenti, hogy a dadogásokból úgynevezett előnyökhöz is jutnak. Ezek olyan előnyök, hogy hát háttérbe szorulva is ugyanoda el tudnak jutni, mert mások elintézik helyettük azt, amit nekik kellene. Erre látott példákat? Tehát, hogy hát így van. Lehet, hogy borzasztó nagy csacsaságot kérdezek, de ez csak az én megfigyelésem. Igen. Ha csak ugyanígy van, aztán már kijavít. Az miért van, hogy a dadogás az nagyobb gát, vagy nagyobb szégyennel jár, mint mondjuk egy mozgásszervi betegség? Nagyon jó. Igen. Ezzel én is sokat gondolkoztam, mert azt mondta egy páciensem, hogy ő egy krépinek érzi magát, mert nem tud venni a boltban másfél vagy egy fél kiló kenyeret. És nem értettem, hogy ez hogy lehet, mert ha én be vagyok rekedve, vagy hallássérült vagyok, vagy bármilyen beszéd problémám van, mégis megoldom ezt a helyzetet. De miért szégyenül meg jobban adott esetben egy időszakosan előforduló, nem annyira súlyos dadogástól, mint egy nem annyira látványos, de jelenlévő mozgásszervi baj esetén? Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés. Valamitől jobban tartanak ettől az emberek, és nagyobb gátakat és frusztrációt hív. Így van. Tehát ez érzelmileg számukra egy szégyent jelent. Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ez miért van, hiszen fölfoghatná úgy is, hogy neki van egy nehézsége. Hát ezt volt egy neves író, most nem jut eszembe a neve, ő mondta, hogy amikor áll a közérben sorba a pultnál, és kér 10 deka párizsit, akkor az számára egy iszonyú helyzet. Az a rossz, amikor például a pultos hölgy megismételteti vele, hogy mit mond, vagy együtt mondja vele, vagy kimondja helyette, de azt mondta, hogy a legrosszabb helyzet érzelmileg, mikor ránéz és keresztül néz rajta, azt mondja, hogy ja, hát akkor kérem a következőt. Tehát amikor semmibe veszik a dadogása miatt. Tehát ez valószínűleg egy olyan érzelmi, negatív érzelmi élmény, ami bevésődhet, akár ha visszamegyünk oda a gyerekkoroktól kezdve, éneket élnek át. A dadogás szerintem egy önállósodási probléma is, hogy erről is gondolkodtam sokat, mert ugye az önállósággal is nagy mértékben összefügg, hiszen a beszéd az egy önálló gondolatoknak a kifejezése, és ehhez társul az, hogy az ember önállóan cselekedjen az életében, maga gondoskodjon saját magáról, és a dadogás az gyakran ebben meggátolja az embert. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Dr. Lajos Péter után következzék Őze Áron, Jászai Mari díjas színész, rendező, színházigazgató. Már édesapja, a legendás színész Őze Lajos is megküzdött a dadogással. Ő pedig, bár jóval kisebb mértékben, de úgy véli, tőle örökölte ezt a beszédzavart. Édesapád Őze Lajos, kiderült számodra, hogy miért dadogott? Hát igen, ezt ő maga mesélte el, illetve nem mesélte erről sokat, vagy nem nagyon beszélt erről sokat, mert ez azért egy nagy trauma volt. Gyerekkor őt nevelőszülőkhöz adták a szülei, nagyon vadregényes családban nőtt föl, hogy finoman fogalmazzak.
Édesapja többször eltűnt a családi fészekből, aztán évek után hazaérkezett, vagy haza csöppent, és akkor az én nagymamám, Mamika, az háromszor ment hozzá, és kétszer vált el tőle. Úgyhogy... Nagy szerelem volt igen, akkor. Igen. És ezek az eltűnések, ezek azért nem kis traumát okoztak a családnak, és volt egy idő, amikor szakácsnőként dolgozott a nagymamám, édesapám édesanyja, és nem nagyon bírta a gyereknevelést meg a munkát együtt. Na mindegy, egy kis időszakra nevelőszülőkhöz került. De ott pedig verték a hátát és verték a fejét. Mert nem tudott bilinülve pisilni, vagy nem akart. Igen, valami ilyesmi volt a háttérben, vagy nem akart, igen, és hát ezt az eszközt használta ott pedagógiailag az a nevelőszülői pár, és erre történt állítólag ez a kommunikáció képtelenség, vagy ez a nagyon súlyos dadogás, ami egy pszichés dadogás volt, nem egy képzés irányú, hanem egy pszichés. Mennyire volt ez súlyos? Te hallottad őt dadogni? Nem. Én felfedezem most már, felfedeztem, hát nyilván én 14 éves voltam, amikor ő meghalt, tehát szinte kiskamasz, előtte nem, de most már felnőtt fejjel, ha hallok, vagy látok filmet, vagy hallok tőle bármilyen hanganyagot, akkor felfedezem a beszédjében azokat a megoldásokat, azokat a saját térképet, azokat a túlélési technikákat, ami az ő beszédjében arról szól, hogy tudja ő ezt leküzdeni. Hogy csinálja ezt, hallom. Csak hogy beavatódjunk? Tehát a színész fül mit hall ilyenkor? Hát kezdeti K, kezdeti T-ket H betűvel megnyomja például, ami szinte nem is hallható, de tehát aki ezt ismeri, az felismerheti. Koncentrál például, és erősen kiejti a magánhangzókat. Tehát a magánhangzók a magyar nyelvben az akadást és a dadogást nagyon, hogy mondjam, segítik, illetve simává tehetik. Hosszú magánhangzókat mondott rendszeresen, hosszú ókat, hosszú ákat, hosszú éket. Az indokoltan jobban menjünk be. Igen, egy picit igen. Tehát ezek ilyen kis nagyon észrevehetetlen kis pluszok, amik technikák, amik beidegződnek egy idő után, és segítik a kommunikációt. De ő annyira dadogott, hogy effektív kommunikáció képtelen volt. Tehát nem csak akadozott, vagy időnként megakadt, hanem ő 45 percig felelt. Tehát erről vannak ilyen történetek is, hogy nagyon sokat segített neki egy magyar tanára, meg Sári Ilona, aki az osztályfőnöke volt általános iskolában, és ez a magyar tanár, ez szintén fogyatékkal élő volt, ember erről mai napig megy a vitatkozás, hogy ez a dadogás és az akadás, és egyetlen dadogás az fogyatékossága, vagy nem. Ez egy másik történet. Mert ez a magyar tanár, ez például 2 centis szódás üveggel tanított, és volt jelen az osztályban, tehát alig látott. Igen. És akkor ő azt mondta, hogy kérem szépen, most mindenki csömbben van, mert ő zelajos felel, és akkor ő 45 percig felelt, mert tudta, hogy tudja az anyagot, csak nem tudja elmondani, illetve 45 percig tart. Ez milyen szép történet, hogy egy ember, aki valószínűleg átélte a csökkent értékűséget, és a tökéletlenséggel, a saját tökéletlenségével kellett, hogy szembesüljön, mennyire empatikus volt pedagógusként. Igen, viszont a környezet, tehát a szentesi kisvárosi környezet, ők egész a város szélén laktak az Árpád utcában, át lehetett látni Szegvára. A környezet viszont nem volt ilyen kíméletes, sőt. Igen, hogyne, az nagyon kegyetlen. Mert ő így fogalmazott, hogy a bénán segítenek, esetleg a látássérülten is segítenek, de a dadogós csak kiröhögik és kiközösítik. Úgyhogy ő egy nagy magányt élt meg ebben, és aztán rájött, hogy senki más, csak saját maga fog tudni ezen segíteni, és saját magát húzta ki a gödörből. Méghozzá fennhangon való olvasással. Tehát, így gyakoroltak. Igen. Ez azért egy érdekes terápia, mert ez az egész pszichés irányú dadogás, ezért ez egy hatalmas görcs. Ez egy nagyon nagy görcs, ami egyszerűen ott beszorul, beáll, és onnantól kezdve mozdíthatatlan. Mivel jár? Tehát a görcs az hol nyer kibontakozást? Hol érhető? Hát például, ott, hogy nem tud megszólalni, tehát nem jönnek a szavak, tehát hogy ne. Kettő pedig fizikális görcsé is átalakul, abból a szempontból, hogy a hangképző szervek azok összerándulnak, és egész arctorzulásig eljuthat ez a görcs. Tehát egész addig a fokozatig elmehet, hogy már grimaszokat és torzulást okoz. Az erős túlzás, hogy
undok felvette, és csak így olvasgatva a vele készült interjúkat, vagy a erről tudható információkat, hogy ő azért volt időszak, hogy meg is utálta az embereket egy picit, pont ezért. Hát mizantróppá válik az ember egy ilyen helyzetben, az tény és való, tehát el tudom képzelni egyébként, tehát, de mitől szerette volna meg? Tehát, bizalmatlan volt? Ilyen tüskészség, ez megfigyelhető volt? Emiatt. Ez aztán végig, igen, emiatt is. Hát nyilván szerintem nem volt egy nagy erős önbizalommal megáldott valaki, még születése után se közvetlenül, ez aztán rátett egy lapáttal, én gondolom. Egy picit visszatérve eddig a fennhangomolvasásra, és ez a bizalommal is összefügg abból a szempontból, hogy azért egy nagyon érdekes, ugyan nagyon hosszú, de nagyon érdekes terápia, mert amikor valaki fennhangon olvas, holott egyedül van, tehát szinte magának, de nem csak némában, hanem hanggal, vagy egy verset mond, vagy bármit, akkor gyakorlatilag elkezdi saját fülén keresztül megszokni ezt az állapotot, és abban a percben, hogy ez egy kicsit már nem egy görcsöt okoz megint csak, hanem már kezdi magát elfogadni így, ez a görcs elkezd oldódni. Meg szerez önbizalmat, gondolom. És szerez önbizalmat. Érdekes dolog ez az önbizalom azért, aztán rögtön áttérünk majd rád is, csak még egy kérdés erejéig, hát ha tudsz szerette egy megoldóképletre szolgálni, hogy van egy ilyen nehezített pályát bejáró, traumatizált fiú, mint édesapád, aki aztán sokak szerint a valaha volt legnagyobb magyar színész, mert én nem egy-két fiataltól vagy korabelitől ezt hallom, és mégis, és ezt ő soha nem titkolta, az alkohol felé fordult. Szerinted ennek lehetett köze a dadogásához? Hát annyiban mindenképpen az alkohol is egy feloldás, tehát egy görcsnek a feloldás, egy feszültségnek a feloldási eszköze, ami hát lehet róla vitatkozni, és nem is kell nagyon, mert azért úgy, tehát én sem tartom ezt egy jó megoldásnak ilyen értelemben, de hogy ezzel a görcsel, ezzel a feszültséggel függött össze, ezzel az önbizalom hiánnyal, vagy azzal, hogy ő szeret elbújni, szeret, tehát ő a színpadon érezte magát igazán jól, és a civil élettel, akár a családi élettel is mondhatnám, hiszen a mi családunkban 78-ban volt egy válás. Ezt kevesen tudják, de az én szüleim elváltak. Aztán ugye 78-ban megszűnt a apuval való élet, vagy létközösség, és aztán ő 84-ben halt meg. Nagyon jó volt a kapcsolatunk egyébként, mert két fiát, engem meg a bátyámat egyszerűen kiskorunk óta már felnőtt férfiként szerette, és nagyon büszke volt ránk, de a családi élettel sem tudott igazán mit kezdeni. Egy dologgal tudott mit kezdeni, a színházzal és a színpaddal, vagy a filmmel, vagy a rádiójátékkal, vagy bármi olyan, amiben más bőrébe bújhatott bele. Nem saját maga. Igen. Meg. Azt mondod, hogy nem tudott mit kezdeni a családi léttel. Azt hogy kellett képzelni? Nem volt egy ilyen szeretetteljes, figyelmes, empatikus, mindig jelenlevő és gátlások nélkül beszélgetni képes ember? De. Amikor nem oldotta a feszültséget alkohollal, akkor viszont agresszív volt. És ez egy nagyon nagy kereszt. Hihetetlen és hallatlanul jó humorú és egy nagyon jó partner volt apukaként, és számtalan nagyon jó gyerekkori emlékem van arról, amikor ő hát apa volt is partnerünk, de azok is olyan emlékek, amik kis gyermekként vagy gyermekkorban inkább félelmet váltanak ki, mert azt is olyan hevülettel, olyan intenzitással, olyan teljes erőbedobással űzte és művelte a velünk való játékot is például, hogy az nagyon sok esetben egy kis gyermeket inkább megrémít és megijeszt. Ugyanakkor a világ legédesebb és a legaranyosabb embere volt, csak mondom mindent ilyen hévvel. És aztán pedig, ha az alkohol szerepet játszott a mindennapjaiban, akkor viszont sajnos ott történtek a problémák, mert akkor már megértük ennek mi is egy kicsit a traumáját, úgy értem a bátyám meg én, mert amikor nem mersz kimenni pisilni, és inkább bepisilsz az ágyba, mert apu hazajött, és egy-két... Igen, és mit tudom én, elrepül egy asztalon a szomszédos nappaliban sajnos, és már egész kis gyermekkorod óta a jó anyádat félted, hogy na vajon mi van, akkor azért az nem egyszerű helyzet. Aztán
aztán történt is emiatt, alapvetően emiatt egy válás. Hozzáteszem azt is, hogy itt a gyerekkorról beszéltünk vele tekintetben, beszéltünk az állandó magában és magával hordozott feszültség és önbizalom hiány és egy csomó minden, de azt is el kell mondanom, hogy én 70-ben születtem, a bátyám 69-ben, amikor a bátyám megszületett, akkor derült ki nála a nyirokrák. Tehát akkor diagnosztizálták a nyirokrákot, bátyám születése után közvetlenül, és akkor azt mondták neki orvosok, hogy 3 hónapja van hátra, vagy pedig 15 éve. Ezt így, én fogalmam sincs, hogy akkor ezt az akkori orvosi körülmények között hogy tudták ezt így belőni, de így megmondták, és hát megint csak azt mondom, szerencsére az utóbbi vált be, mert a bátyám 15 éves volt, én 14, amikor apu meghalt, de ő végigcipelte ezt a betegséget minden járulékkal együtt. És ez is okozhatott benne egyfajta agressziót? Persze. Hát agressziót is, meg feszültséget, meg levezetést, meg... Nem. Mi csak úgy játszottunk, tehát, hogy vagy ő úgy játszott velünk, hogy mit tudom én, mi egy nagy belmagasságú lakásban laktunk, ez egy 360-as belmagasság, és akkor engem csak egy pusztán szeretetből megölelt és földobott, akkor nekem koppant a fejem a plafonon. Na most ez 360-as magasságot jelent, el lehet képzelni, hogy milyen hevület volt ott abban a pusztán szeretettől vezérelt feldobásban, meg aztán később kamaszként voltunk nála egy-kétszer, és akkor, hát én akkor cselegáncs hoztam, és mindig is küzdősportok és harcművészetek szerelmese voltam. Ő meg gyújjicuzott a hadseregnél is, Szolnokon egyébként a desszántosoknál végzett, tehát ő ejtőernyős volt, ezt is kevesen tudják, és összevetettük ott nála a lakótelepi lakásán, hogy ki mit tud küzdősport és harcművészetek ügyében. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy konyhakés volt a kezünkben. És azt úgy mondjam, tehát a mai napig a hátam borsózik, ha arra gondolok, hogy a bátyám akkor már nem volt ott, hanem csak én voltam vele, de ott tényleg felső szúrás, alsó szúrás, középső szúrás és egyebek, és akkor ott bemutatta, hogy ő mit tud egy ilyen leszereléssel kapcsolatban. Azért ez életveszélye, 11-12 éves gyerek. Igen, de közben meg semmi nem történt, csak mégis, és hát még egy olyan hevülettel, hogy egyszerűen az bátorságomra szükség volt, hogy ilyen ott gyakoroljak apuval. Közben meg most már felnőtt fejjel az egyik egyébként legszebb élményem többek között. Azért is érdekes, amit most elmeséltél, mert te mindig azt mondod, hogy a te kezdeti dadogásod az genetikai természetű. Hm. Ugyanakkor most, hogy ezt így elmondod nekünk, szóval ez akár lehet traumatikus is. Látni ezt egy gyereknek, hogy az édesapja adott esetben, ha jól olvasok a sorok közt, bánthatja is édesanyámat, nem merek kimenni, mert félek az ő haragjától. Nem látsz ebbe összefüggést? Hát az az igazság, hogy az én dadogásom vagy akadásom, inkább akadásnak mondanám, mert én nekem egy ilyen nagyon enyhébb pszichés jelenlétű valami akadásom van. Ez egész kiskorom ban már kiderült, és időszakokra eltűnt, és bizonyos időszakokban előjött. Láttál bármilyen összefüggést körülményekkel kapcsolatban? Elképzelhető, de azért is így fogalmazom, hogy ez nekem egy genetikai történet, és nem pedig egy gyermekkori trauma, ami lehetséges, hogy így van, mert én ezzel sosem voltam szakembernél. A szüleim sem erőltették ezt, hogy na akkor logopédushoz vinni a gyereket, és akkor orvosi segítség. Nem tudom. Valószínű azért, mert ők sem érezték ezt annyira tragikusnak, és aztán meg tényleg eltűnt. De ott hogy mutatkozott meg? Hát először is én nagyon későn szólaltam meg. Tehát én egybefüggő mondatokat, és egyáltalán nagyon későn kezdtem el kommunikálni a világgal. Több mint 2 év után egyébként. Akkor állítólag az egyik első egybefüggő mondatom az volt, hogy alig, ha nem esni fog. Hát ez, hogy aztán ez mennyire egy családi legenda, az nem tudom. Én erre nem emlékszem nyilvánvalóan. Nem tudom, érdekes, amit kérdezel, mert ezzel én még így szintén nem néztem soha szembe, hogy mennyire tett rá ez a fajta gyerekkor, de közben pedig én ezt a gyerekkort nem traumaként éltem meg, és a bátyám sem. Ez egy nagyon boldog és egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, teljes gyerekkor volt, köszönhető anyai nagymamának, apai nagymamának és édesanyámnak egyébként, és közben
apámnak is bizonyos értelemben. Az, hogy voltak ilyen furcsa, nagyon feszült vaku villanások ebben a gyerekkorban, ami édesapámból és édesapámtól származott, az nem biztos, hogy feltétlenül egy traumatikus gyerekkort jelent ilyen értelemben. Hát lehet, hogy szakember azért más. Lehet, hogy szakember, abszolút, de sose voltam szakembernél. Valahogy természetesen kezelték, aztán eltűnt. Egyébként ő se beszélt a saját traumájáról, tehát hogy soha nem hallottam arról beszélni, hogy ő neki ez milyen traumát okozott, vagy hogy is volt ez gyermekkorában. Te ezeket utólag tudtad meg? Igen. Megrendítő igen. volt? Valahol igazolás volt arra, hogy ez nekem miért van, vagy mi, hanem még azt is mondhatnám, hogy nem feltétlenül megrendítő. A megrendítő dolgok szerintem azért azok máshol kezdődnek, vagy vannak, hanem inkább talán én fordítva mondanám, hogy büszke voltam arra, hogy jó, apunak is volt, és akkor én is akkor cipelgetek egy ilyen kis apróságot, úgyhogy milyen jó, hogy ebben is, hogy mondjam, van némi kapcsolódás. Elnézőbb is lettél vele egy picit? Tehát amikor megtudtad ezeket a gyerekkori történéseket? Meg az ő útját, küzdelmét? Tudod, mi az érdekes, Endre? Az az érdekes, hogy én mindig is elnéző voltam. Tehát mi gyerekként őt nem bádoltuk. És legfőképpen azt keresem, én is két fiút nevelek, hogy én ezt hol és hogy tudom elkerülni. Ezt mondjuk genetikailag nem szerettem volna így becsípni, hogy én is ilyen eszközökhöz nyúljak, vagy de például összefügg. Ha én például alkoholt iszom, és azért nem iszom társaságban, és viszonylag ritkán iszom, akkor is azt inkább saját magam tényleg egy nap végén otthon egy kis viszki, ennyi, aztán az ember már le is lazul, ami szerintem teljesen normális, vagy inkább boros vagyok, meg egyebek. Na mindegy, hanem holtasságban azért se hivatalban, mondjuk egy premiéren, egy banket folyamán, mert egyből a beszéd központomat támadja az alkohol. És akkor nem tudok beszélni. És akkor én, na akkor elkezdek dadogni. Nem csak milyen akadni, érdekes. Akkor dadogni is azonnal. És ez engem zavar, idegesít, és nem adom meg az esélyét a környezetemnek, hogy engem így lássak. Szerinted hol az összefüggés? Azt gondolná laikus, én teljesen az vagyok, hogy talán inkább ellazítja, vagy görstelenné teszi a kicsit is dadogót két pohárnyi bor. Nem feltétlenül. Nálad meg pont a feszültséget hívja elő. Igen. És igen, miért? Igen. Nem tudom. Nem lehet, tudom. Hogy olyan gombokat nyom meg benned, ami gyerekkorodban az alkohollal kapcsolatos? Nevezetesen, hogy édesapádat akkor láttad. Olyannak, ami feszültséget lehetséges. Okozott benned. Abszolút lehetséges. Abszolút. A te dadogásod, ugye előtte egy szakemberrel beszélgettünk erről, és azért az visszatérő eleme, hogy a kicsit vagy nagyon is dadogó emberben ez szorongást idézhet elő. Mm. Szégyenérzetet is adott esetben. Apádra, édesapádra hivatkoztál, azt mondtad, hogy a vakot átsegítik az úton, még egy ilyen embert, és ilyen idézetet is találtunk édesapád szájából, aki azt mondta, hogy egy ilyen gyereket sokszor szégyelnek a szülők. Mm. Benned volt szégyenérzet a dadogás miatt? Nem éltem meg sose ezzel kapcsolatban a szégyenérzetet. Valahogy a humor, meg hát hogyha azon a szinten, vagy olyan mértékben dadogtam volna, mint ahogy ő, akkor biztos, hogy megélek. De ez mondom inkább, nem is dadogásnak merném mondani, hanem inkább akadásnak. De ugyanakkor meg, hogy mondjam, az első, tehát ha rendezek például, akkor elkap egy, hogy mondjam, egy hív, messze előrébb jár az agyam, és gyakorlatilag ezzel a hevülettel, ezzel azonnal jön az is, ez a feszültség, vagy ez a görcs is a kommunikációban, a beszédemben, ami gyakorlatilag azonnal megakasztja a szavakat. És ez rendezés közben az első, amikor ezt meghallom nyilván én is saját magamtól, az első, hogy mondjam, riadalom és szégyenérzet valóban. De utána ezen
a humor segítségével például azonnal túl lehet lenni. És én például nagyon azonnal ellene megyek, mert azonnal közlöm, pláne ha olyan kollégával dolgozom, aki engem nem ismer, hogy elnézést, én most ittem csak a hevületem miatt dadogni fogok, és aki engem nem ismer, ez nekem van. Úgyhogy fogadjátok el, előbb-utóbb kimondom majd, amit akarok. És akkor ez azonnal fel is oldja a dolgot. Tehát, hogy... Ma már egyáltalán nem békjóz, nem tesz gátlásos se? Nem, nem. Idegen úgy érzem, hogy nem. Tehát olyan helyen próbálsz, olyan helyen instruálsz, olyan helyen rendelkezel, ahol sok az idegen. Eljállok vele, úgy az előbb mondtam. Aha. Tehát inkább megelőzöm. Inkább közlöm, őszintén elmondom, hogy ez nekem van, ez várjátok ki, nem kell ebbe segíteni, ez főleg akkor van, amikor már valamit nagyon-nagyon akarok, tehát amikor már egy biztos, hogy mondjam, állapotban vagyok, vagy nem tudom, hogy mondani, és akkor ez jön. És inkább megelőzöm, hogy ebből bármiféle környezeti feszültség legyen, mert amikor egy próba folyamatban vagyunk, és most már azért szerencsére mindenhol tudják, hogy én egy ilyen szövegigénylő ember vagyok abból a szempontból, hogy én nem vagyok egy blattos típus, viszont szeretem megkapni akármilyen szöveget előre, mert azzal nekem dolgom van, és azzal nekem munkám van. Sokkal több, mint egy nem adogó színész. Igen. Viszont ez magával hordoz azt is, hogy mint hogy munkát teszek bele, általában tudom is, hogy miről beszélek, miután odajutok az adott helyzetbe, és egy próba folyamat folyamán is nekem az a dolgom, hogyha már összpróba szinten megy egy darab, és hogyha bárhol egyszer csak megérzem csak a lehelletét annak, hogy itt most én akadnék, akkor tudom, hogy ott valamit nem tettem rendbe. Mert ott hirtelen én törtem elő, és én szólaltam meg, és nem a szerep. Már a szöveggel kapcsolatban valamit nem dolgoztál meg színészként. Nem, hanem az egész szereppel kapcsolatban. A szereppel kapcsolatban, úgy értem. A szituációval, annak a lélektanával, annak a pszichéjével, annak a helyzetével, az indokaival, az okaival, a szándékaival kapcsolatban, ott akkor valami sötét folt van, mert előtörtem én, és nem a szerep működik. Volt, hogy színpadon elkezdtél dadogni? Előadás közben? Akkor, hogyha úgy, és ilyen is van, hogyha úgy kerültem előadásra egy szereppel kapcsolatban, hogy nem sikerült mindent megoldanom, vagy kidolgoznom, vagy nem sikerült arra a szintre eljutatnom az adott szerepet. És akkor mi történik? Nem nyílik a föld? Akkor általában rádadogok, hogy azt higgyék, hogy ez direkt van, és hogy a szerepnek a jellegzetessége, igen. Az első az véletlenül jön, és az egy százas izzó, akkor én otthon azonnal előveszem a szöveget, azonnal megnézem, hogy ez most mitől volt, azonnal valamit helyre kell tegyek a pszichémben is a szereppel kapcsolatban, mert ott valami előtört. Milyen érdekes, amit mondasz, hogy színészek azt szokták mondani, hogy egy dologtól félnek, és az az, ami bénítja őket, hogy elfelejtik a szöveget. Mindenkinek van valami triggerpontja az élet minden területén. Mm. Van, amitől befrusztrálódunk. Mm. Ilyen-olyan minőségünkbe. Neked van egy ilyen tökéletlenséged, vagy nem tudom, minek nevezünk. Időként megmutatkozó tökéletlenséged. Nálad ez nem okozott soha olyat, hogy páni félelmet idézett elő, hogy csak nehogy előjöjjön. Nem. Nem, azt nem. Azt te aláírod, hogy a szakemberrel abban maradtunk, ő legalábbis azt állítja, hogy bizonyos fajta életszakaszok vagy körülmények teremtik meg annak az esélyét, hogy az ember bizonyos időszakokra elkezd dadogni. Még egy nyugalmasabb, komfortosabb, kiegyensúlyozottabb életszituációban már nem dadog. Te is észreveszed, vagy valahogy nyakon tudod csípni azt, hogy milyen körülményeknek kell együtt állnia ahhoz, hogy ez a dadogás ez életbe lépjen? Hát igen, ilyen értelemben igen. Hát tehát a feszültség, a görcs, a fáradtság például. Az is, hogyha valaminek nagyon örülök, tehát mindenképpen egy hogy mondjam, érzelmi, hogy mondjam, tolulás. Ez lehet negatív is, lehet pozitív is. Pozitív is elő tudja hívni? Hogyne, persze. Eufórikus állapotban persze, is tud adogni az embert tényleg? Persze, hogyne. Hogy elkapja az érzelem, és elkapja a hív, és akkor ez csak persze, ugyanúgy. Hogy nem. Tehát az, hogy ez az életkornak megfelelő különböző szakaszokban hogy változik, és éppen hogy él meg az ember különböző történéseket és a környezetét, az is
nyilván befolyásolja. Biztos vagyok benne. Az, hogy most egyáltalán nem dadogsz, mikor beszélgetünk, ez neked meló? Az előbb már egy elvetőm volt ami, egy pici elakadás. De ez neked nagy koncentrálás? Tehát ez most meló? Nem nagy, de igen. Gyakorlat nyilván, tehát, hogy nem lehet ezen a pályán azért dadogóként létezni. Ha elengeded magad, gyerekekkel beszélsz, pároddal, kollégáiddal, csak úgy beszélgettek a büfében. Ó, akkor jobban előjön. Jobban előjön? Persze. Pláne, ha nevelek, tehát, hogyha két fiút nevelem, vagy bármi, és akkor hát nyilván otthon egy harmadikus környezetben vagyok, vagy valamit én el akarok mondani, és akkor előjön. A párom például imádja, mert ő meg nagyon szexisnek tartja. Tehát ő azt mondja, hogy ő imádja. És mond, a gyerekek mondjuk még kicsik voltak, remélem nem illetlen a felvetés, de bennem lenne ilyen, ez milyen érdekes, hogy másképp gondolkodunk. Az apai tekintélyed, soha nem láttad, kisgyerekekről beszélünk természetesen, veszélybe ezáltal? Hogy vagyok én fegyelmezni egy 4-5 éves gyereket, hogyha akkor, amikor rájuk szólok erélyesen, elkezdek például dadogni? Nem. Azért, mert ugyanakkor, amikor rájuk szólok erélyesen, akkor egy olyan pszichés állapotba kerülök, hogy az ugyan lehet, hogy dadogva jönnek ki a szavak, de ugyanakkor annak a hangszíne, annak az ereje, annak az intenzitása és egy csomó minden, az hogy mondjam, tehát én 2-3-szor csattantam el úgy a családomban, ami azért volt számomra félelmetes, mert a környezetemben megláttam a félelmet a gyermekeim és még a párom szemében is. Nyilván fizikai történetig el se juthat a dolog, ez csak egy verbális elcsattanás. És nagyon rossz érzés volt, mert azokat a félelmeket láttam, amit én is megéltem gyerekkoromban. És akkor azt mondtam, hogy na ilyet soha az életben többet nem. Humorral is lehet nevelni, sőt, szerintem sokkal jobban, mint bármiféle generált vagy szándékos feszültséggel, vagy nem jó szó, hogy terrorral, hanem akármilyen ilyen ráhatással. Ha én emelem a hangom, és előveszek egy ilyen karcosabb valamit, ugyan dadogva is, de azért abból mindenki ért. A párom például, ő az egyetlen a világon, szerintem, aki ezt meri gúnyolni is. Ki is tudja gúnyolni? Igen. Egy az egyben, és neki megengedem, persze. És tudsz rajta nevetni teli szívvel? Hogyne, persze, és akkor visszadadok. És akkor nevet, mondom, mit nevetsz? Hát elmondom ezt most, hogy mondtad ki, és akkor elkezd játszani, imitálni ezt a dolgot, és én nevetek. De ezt neki engeded meg, azért mással ez... Persze, nyilván, de ilyen helyzetben, én azt gondolom, hogy ha a környezet érzi az emberen, hogy ez tehát én nem, hogy mondjam, feltétlen görcsölök ezen, vagy görcsen reagálok. Vagy, hanem inkább a humor oldaláról próbálom ezt megfogni, elfogadni, hogy ez nekem van, és ezzel tájékoztatom a környezetemet, akkor nagyon sok feszültség és nagyon sok rossz légkör kioldódik ilyen értelemben. Tehát, mondd, te valaha torzsalkodtál, vagy berzenkedtél a sorssal szemben, hogy miért van nekem ez? Olyan jó lenne, hogyha nem kellene többet dolgoznom a szövegtudásért, ha nem kellene ilyen koncentráltan jelen lennem sokszor. Nem, mert nézd, most ugye mondtad, hogy itt folyékonyan beszélek, és hogy ez mennyi meló. Én megmondtam, hogy igen, nem akkora, de azért meló mindenféle téren, de én nekem ez hogy mondjam, az egyéniségemnek a része. Ez olyan, mint kék a szemem, ilyen színű hajam. Most éppen ennyi és ennyi kiló vagyok. Tehát, hogy ez így 53 évesen, én ezt viszem, ez nagyon sok mindenre, hogy mondjam, használható, tehát fölhasználható. Nekem nagyon sok mindenre kontroll, nagyon jó sok kontroll. A munkám során, hogy mondjam, elmélyültebben kell foglalkozzak egy szöveggel. Ezáltal már abban is elmélyülök, hogy mit akarok vele elmondani, kifejezni, ez nem XY mondja, hanem én. Ha már én állok ki, akkor tessék beletenni magadat,
itt ez a téj is most nem volt könnyű, ez a tessék például, ezt a levegővel támasztottam meg, és mindig akkor jönnek ilyen kis akadások, amikor jön valami, hogy mondjam, érzelmi hevület, vagy intenzitás. Tehát, hogy én ezt nem akarom magamban se leküzdeni, se, hanem én ezt használom, és felhasználom, ha úgy tetszik, és ettől az egyéniségem, vagy a munkám, vagy a létezésem, hogy mondjam, ilyen értelemben csak több. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ilyen őszinte voltál. Köszönöm.